veszik felfele. Tegyétek ki csak YouTube-ra. Tegyétek! De ilyet nem tettek egy emberrel, hogy odaülök a közönségemhez. Mindegyik tétsa le az ilyen köcsögöt. Meg fogom adni kihoz. Meg fogom. Mert tudom. Ha lejátszák, amit elindítok, hát megérül az agyam. Hát nem idegeskedünk. Tudjátok mit? Mosolygok. Mosolyogni fogok. Akkor is elindítom újra. Meg újra. Meg van szaggatva állandóan. Lelassítva az egész livém. Le van lassítva. Hogy dudoljak így nektek? Szívemet akarnám adni. Mit csinálnak? Fotózzák, felveszik, azt teszik ki YouTube-ra. Nem volt elég? Ez a szégyentelenség. Akkor én erre mit mondjak? Nem ad nekem senki se igazat. Örülök, ha ide tudok ülni. Tudok nektek dudolni, énekelni, lelkemből a fájdalmat kidudolni. Nem hagyják, megszaggassák, meg van szaggatva, lelassítva, mindent csinálnak. Hekkeres kutyák. Iris kutyák, sokan vagytok, mint a kutyák, úgy ugattok. Nem mindenkire érte, de elnézést. Visszanéztem a régi live-omat. 3 millió 80 tekintettek meg. 3 millió 800 ember. Miért kell engem bántani? És hányan bejelöltek? És vélek visszaigazolni. Ti miattatok, akik ezeket csinálják, ezek a hekkeresek. Hogy nem tudom, hogy kicsoda. És sokan vannak. Nagyon nagy lenne a nézettségem. De nem hagyják. Nem. Hanem beletipolnak az ember életébe. Megrongálják. Veszik videóra fel. És akkor megvan rongálva az egész videóm. Lelassítva. Nem lehet hallani. A párom hallja. Tök normális a hang. Mit csinálnak? Akadályozik. Miért? Megkérdezhetem. Fekete gyertyát én is gyújtok már. Azt a bingóját, a kurva anyátokat. Nem mindenkire értem, de ez már állj meg a menet. Én ide jutam tiszta szívemből. Ilyet nem lehet tenni. De tudom, kinek adtam meg a kódomat. Barány. Tudom. Erre szar a beszélgetve, az hiszem. Miért végig a live-omnak? Ez benne a havi éneket. Yeah.
Láttuk a Benehavi hangját, azt hiszem, vagy meg az Álmos királynál, úristen. Meghallgattam gyerekek többször, én sírtam. Megmondom az igazságot. Meg az édesanyukájára. Elkezdtem zokogni. Az emberben benne van az érzés, és kiadja. Én nagyon zokogtam. Bizony. Sírtam. Mert olyat énekelt, ami magam. Nem mertem megosztani, mert engem felneveltek, hogy anyukámat ne bántsa meg, aki felnevelt. Azért nem osztottam meg. Szívem szerint megosztottam volna. Végig hallgattam. Elkezdtem zokogni. Van bennetek ilyen érzés? Annyira jól esett, mikor eldudolta, és végig hallgattam. Itt ültem a konyhába, és sírtam. És ő költötte. Nem mindegy. Nem értek a nyomába, az biztos. Nem, mert én nem vagyok énekes, csak ide csicsilök. De ő tehetséges. Bizony. És annyira jó hallgatni, hogy végigfutkoskod minden, hogy a szőröm. Pedig nincsen. De mikor végighallottam, zokogtam. Akkor jött ki a párom, hogy miért sírsz. Azért. De lehet, hogy megmerem tenni, hogy megosztom. Meg fogom tenni. Csalgassátok meg. Nem kell mondani, hogy tudjátok, hogy jó énekes. Csak annyira szívébe jött, hogy meg szinte az életéből énekel.
Tomi és én. Büszkén vállalom, amit mondok. Ő meg én. Meg. Még van még egy énekesünk, mindjárt el is mondom a nevét. Mi hárma vagyunk így. És a lakatos ibolya. Még ott van egy fiatal fiú, aki nagyon gyönyörűen tudom, akit még ki kell emeljek. Bizony. Vannak többek, csak én nem ismerem őket, de az én ismerőseim között kiemelem Benehavit. Belény. Nem mondom, hogy én tökéletes vagyok, mert van bennem hiba, amit el is kell ismerni. Nem szabad mindig azt mondani, hogy tökéletes vagy, mert van benne hiba. De viszont azért, ha végighallgatom itt a Facebookon, Facebookon, a sok énekeseket, hát sokan bújjanak el. Benehavitól, én tőlem, és még egy fiatal fiúról van szó, aki remélem, hogy nem sokára jelentkezik hozzátok. Azoktól bújjanak el. Bizony. Nekem ezek az ismerőseim, én nem tudom, hogy a 100 közül nem tudok senkinek se írni annyira, akiket megszerettem, azoknak írok. Úgyhogy nem tudom. Lehet, hogy vannak tőlünk jobbak, nem tudjuk. De én egyet kiemelek, a Benehavit. Bizony. Kiemelem, mert gyönyörű kristály tiszta hangja van. És én tanulok is tőlem, mert hallom a hangsúlyokat, mindent on kell levinni, ami nagyon szép. De itt, aki viszi a primét, az Benehavi, én, a Dugasztert se felejtem el, mert ő is ott van, hogy csinálja ezt a jó poénokat, mindent meg, stb. Még ő is. Akkor ki van még? Nem mondom ki a nevet, majd az énekes tanár úrra feljön, akkor majd elmondom. Nagyon fiatal fiúról van szó, gyerekek, hát nem idős, hanem nagyon jó dudó, stb. A Varga Irént is tudnám mondani, akárhogy bántsátok, hogy ilyen a Varga Iré, meg jó csináltak is, jó volt a hangja, csak annyi, hogy igen, hogy mondjam, de nem tudom, milyen klip volt, én nem a klipet néztem, hanem a hangja, de jó volt a hangja. Úgyhogy őt se bántom, bizony, akkor ki van még, akit így fel tudok sorolni nektek, hogy én ne bántsak senkit. Nem akarok senkit sem bántani, csak elsorolom, hogy kik azok. Perfel Tamás. Őnek is szép a hangja. Bizony, úgyhogy őt is kiemelem. Őnek is jó a hangja. Még mondok nektek neveket, azt mondja, Violetta művésznőnek van az egyik, nótája, ami nagyon tetszik. Mégis az Istenem, azt már dudolta pedig. Nem jut eszembe, mert már többet dudolt, de ott is van egy különleges hang, amit el tudok dudolni. Akkor a Banók Lajosról is lesz szavam. Ő neki a Záró fiú, meg ha két szemedben nézek, az gyönyörű. Árva fiú is. Ezeket az embereket most azért emelem ki, hogy engem ne bántsatok, hogy megdicsérem azokat az embereket, akiknek igen otthon a hangjuk. Ezek mind szépek voltak. Bizonyám. Azért mondom el,
Azt mondja, Duka Eszternek meg annyit tudok üzenni, hogy neki meg viszont a tánc, hogy haragból mindent lehet mondani, de tetszik. Na, úgyhogy nem akarok senkit se bántani, az is nagyon jó volt. Mindent tetszik. Mindig megnézem, csak féljenek belájkolni, egy nagy baj legyen, de ezek az emberek, igen. Ők viszik itt szerintem, meg Benehavi, itt az egész sok. Bizony, még itt lehet mondani, mondjuk Pikachu művésznőnek annyit tudnék üzenni, hogy ne bántsa az ismerőseimet, ha megkérhetem. Nem csúnyáskodok, csak szépen elmondom, hogy Benehavi nyomába biztos, hogy nem jött, még én se, amit be kell vallani, mert így korrekt. Bizony, nem kell irigykedni, hogy más jobb. Jobb bizony. Hát ő már tanult, zongorázik minden. El kell ismerni, hogy ő sokkal jobb. Én elismerem, hogy jobb tőlem. Én nem irigykedek, és nem is fogok. Soha. Mert tudom elég jó, hogy neki olyan kristálytiszta hangja van, hát. Érdemes hallgatni, gyerekek. Mindig meg fogom osztani a fennet. Mert nagyon szép. És rám a kisiratta a lelkemet. Bizony. Mikor visszahallgattam az édesanyja. Kiráz a hideg, gyerekek, kiráz esküszöm. Belegondolok, vissza is fogom megint hallgatni. Megint, újra és újra, mert meg is fogom osztani. Meg fogom osztani. Ezt arra kérem, akik felneveltek, hogy ne vegyék magukra. Nagyon szépen kérem őket, csak hallgassák meg. Gyönyörű, és ezt ő írta. Hagyosszam meg, csak nem mertem, hogy nehogy magukra vegyék. De igen, mert is elrobott az jó édesanyám, jó messzire. Úgy hallgassák meg, és többször vissza fogom hallgatni, mert gyönyörű. A szavakban benne vannak azok a dolgok, ahol fájdalmak vannak, ami nekem is volt. Mire? Csak én nem tudtam átélni, mert még gyerek voltam. Ezért fáj a szívem. Ezért akarom visszahozni a gyermekemet. Hogy hozzam vissza, mert én vagyok a saját anyja. Azt bizonyítanom kell, elmondtam nektek. Bizony. Teljesíteni fogok, megígérem. Mert nekem is fáj a lelkem. Nagyon. És ahogy elénekelte Benehavi, megnéztem a YouTube csatornán, zokogtam, lehajtottam a fejem, úgy sűrűbe hullott a könnyem. Meg fogom osztani. Meg. Megosztom és hallgassátok meg. Mindenki. Húha. Most is ráz a idege, hogy itt van benne a mondatai, minden, amit énekel. Saját maga költött, tehát. Hú. Nem akartam elsőnek meghallgatni. Nem azért, mert nem szeretem Benehavit vagy Hajni, hanem azért, mert olyanról tudó, ami tudom, hogy szíven szól. És akkor azt mondtam, na, most már meg azért is meghallgattam. De győzzem a fájdalmamat. Meghallgattam. És írtam. Megsíratott csúnyán. De jó, hogy az emberekben ilyen nézést ad. Hogy vegyék észre magukat az emberek. Azt, hogy milyen az, mikor nincs valaki. Vegyék észre. Bizony. Ő nekem most egy célt adott. Engem felnevelt a szüleim. Nem dobtak el. Bizony. Nem dobtak el. Ennek vagyok állás. És amit meghallgattam nótát, hát mondom, még most is rázza a hideg. Hát. Meg én nincsen gyújt. Rázott a hideg. Kisírtam magam kb. Egy jó óráig, ahogy énekelt. De megígérem, megosztom nektek. Hallgassátok meg mindenki. Mit tudom.
Szinte benne van minden. Vissza fogom hallgatni. Megint. Csak fájdalmas. Amit dudol ő is. Fájdalmas nekem. Hát így van, jó mondod. Anyikám, szia, egyem a kis szívedet. Egyem a kicsi szívedet, ragyogós arcukám. Mikor lesz már vétek, hogy lássalak benneteket? Anyikám, úgyhogy jössz ide-oda. Úgy szerettek tégedet, komolyan. Szeretlek. Bizony. Én nem szoktam hazudni, kétszínű lenni. De szeretlek vajni. Bizony. Azt a kis jó és őszinte ember vagy. Más tetszett meg benned. De ne felejtsük el. Ezért szerettelek meg. Mikor Bera Habi énekelt, hát ezt sose felejtem, azt ott voltatok Duka Eszterhez. A világi volt az a lány. Esküszöm. Nekem el van mentve, örökít. Tudja, Rudi. Szívás, tudja, Rudi. Nekem az el van mentve, örökítve. Mindig visszanézem. De hajnikám, te haláli vagy. Bene Habi olyan visszahúzódó, de nem tudom, hogy miért, de te olyan kis hip-hop, hip-hop. Te aztán, ha akarod, megmondod mi a véleményedet, az biztos. Ezért szerettelek meg. Tudod, Annika? Ezért. Ide. Ezért kedveltelek meg. Szeretem én Bene Habit is, de lehet, hogy Bene Habi most meg fog rám haragudni nagyon. Meg fog rám biztos. Szeretem én őt is. De Annikám, te hozzád jobban húzódok. Bocsika, hogy megháragudjon a párod, de te olyan, hogy mondjam, nem vagy, nem, te központban vagy, de a Bene Habi mindig elbújik. Nem válaszol, éppen hogy csak. Jaj. De tényleg így. Én szeretem Bene Habit is. Szép a hangja, nagyon szépen dudol. Meg kis jó, jó kis kiállású minden, na, nem lehet rólatok itt mondani. Én örülök, hogy nagyon szépen megvagytok, esküszöm. Legyetek is így, boldogságot kívánok. De legyen Bene Habi is, mert olyan kis felvállalós, hogy röhögjön, vigyorogjon minden. Úgy, mint te. Hát azt csinálod. Csendesebb, igen, épp ez az, hogy Bene Habi csendesebb. Ja. De te meg aztán. Ne kalappa. Miért nem tanítod meg? Elmeti veled, hogy ő is legyen, ne csendes. Ha bár ő, hogyha rákoncentrál a nótára, akkor biztos, hogy nem lesz csendes. De elmondanám neked, hogy a párod nagyon szépen dudol, az biztos, csak azt nem tudom, hogy nem akar, vagy nem folytassa, nem tudom, én ebben nem szóltok bele, nem is kérdezősködök ilyenekről, mire tartozik, majd úgyis beszélünk veletek, de annyit tudok neked mondani, hogy látszik rajtatok a szeretet. Bele. Sugárzik. Tudod, ez a nem mindegy, hogy boldog vagy, vagy boldogtalan. Én imádom a libéteket, mert most már tudom nézni, majd fel fogok iratkozni amúgy, Bene Habihoz. Nézem mindig a live-ját YouTube-on.
Mert szeretem a hangját. Szépen tudom. Bele. Nagyon szépen dugó. El fogok iratkozni. Beírom mindenemet, és akkor feliratkozok. Szia, kicsokoskám, hát te hon voltál, zuhanyodtál? Jó újság, kicsikos. Jó festémem. Nekem már kész a kocsonyod, elég várom, hogy meghívuljon. Hát ki kell vigyem, de a kutya megeszi. Be kell zárni hátul. Én nem tudom, hogy itt köztünk hányan cigiznek. Hányan. Leírjátok nekem. Hányan gyújtanak rá? Van, aki kint gyújt rá, én tudom, de hát nekem úgyis kireszítő az ablakost. Nem fázok amúgy itt. A redőny fel van, le van tolva. Ja, szén ide fel a hátamra hideg. Ugye friss kívánja. Csak hát így meg én fázok meg. Hiába van begyújtva a konyhába, szobába. Bevisztek benneteket mindjárt hálószobámba. Megmutatom, hogy tényleg, hogy élek. Jó. Fürdős szobába. Az is szép rendben van. Ne hazudjuk nektek. Mindig azt mondják, kocasövetkezz. Nem baj, most ezzel nem foglalkozunk, azt mondja. Éva Brikta, hát szia aranykezikém, humbótán te is mentél pancsizni. Azt mondja, Rita Olá is ment pancsizni. Hát ilyen nincs. Ha meddig fürödtök? Vegyem a szívemet, hát most ki lehet szellőztetni, hát nem. Na, hát én nem biztos, hogy nem fogok tényleg füstölni. Ki lehet itt nyitni. Belenny. Ezt bezárom, most kiszellőzi. Úgy hagyom, hogy be lesz gyújtva. Nem szeretek kimenni. Nem tudjátok miért. Járnak a patkányok. Már úgy értem, hogy a patákok nyomják a csengőt. Egy csár cigik, egy csár, inkább elbújok. Esküszöm, hogy így van. Máma és Huszti táncó keresték, Istenem. Adjuk már egy szár cigit. Nincs. Nincs. Tudni kell most már nevet mondani. Elég volt ebből a sok kihasználásból. Odaadtam még a fél szívemet is. Szinte csak a fele van meg. Pénzzel segítettem őket. Bizony. Boltba adtam nekik. Nem volt mit tegyenek. Én vásároltam be. Amit nem hazudok. Tudja, az kiré van szó. Bevásárolt. Két nap, három nap alatt. Felém se jöttek. Na mondom, mit vásároljon be? Radai Rossiep. Most meg kell szíves lennem, bizony. Lassan elköszönök tőletek, gyerekek, mert holnap tényleg mennem kell. Bizony. Még a Jóisten is akarta, hogy hagyd szakadjon az esély. Oh.
Kívánok, hogy ide írjál, hogy itt vagy. Várom, Huszti István. Írjál ide, hogy itt vagyok. Vállaljad, amit akarok most mondani. Írd oda, hogy itt vagyok. Most leszek a világhoz legjobban őszinte. Itt vagy. Gyerekek, most szoktok bennem csalódni, amit most én fogok mondani. Itt van Huszti. Én mondok nektek valamit. Tudom, hogy ki kerül YouTube-ra, de nem baj. De legalább őszinte leszek. Azt mondták, ne tárjam ki a lelkem, dehogy nem. Veletek bármikor. Nekem, mikor meghalt a férjem, akkor ide járt a barátnőm. Itt lakott egy évig. És pálinkát hordott. Még akkor nem fogadtam el, mert nem ittam. De utána belekóstoltam. Őszinte leszek, hogy ne Husztit bántsátok. Akkor, hogyha megállom, de belevitt a bimbe, amit el akarok mondani. Őszinte, biztos szívvel. Ő mikor idejött, Huszti, akkor történtek a tragédiák. Ugye a barátném folyamatosan hordta az alkoholt, hogy igyak. Mindig kínálgatott, igyál már, meggyugszol, meg minden. Hozzányúltam. Nem fogok a világnak hazudni. Senkinek. Most azzal küzdök, hogy nem iszok. Bizony. Fáj a szívem érte, az biztos. Ami... hogy belementem ebbe. Utána elzavartam a barátnémet, hogy takarodjon. Mindig jött. Mindig hozta. A párom mindig jó bánt velem. Bizony. Kitárom most a lelkemet a világnak. Mindig jó. De nem vagyok alkoholista. Mert nem mindig ittam meg. Meg tudtam állni, bizonyám. De mikor ő idejött, mindig leíthetett. Nem úgy, hogy részegségre, csak vigyál, vigyál, vigyál. És akkor Husztival mindig kokaskodtam. Mert hát egy-két feles, három. Beütötte az agyamat. Mert nem ettem. Sajnálom, hogy el kell mondjam, de legalább őszinte vagyok. Országvilág előtt. Akkor, mikor meghalt a férjem, kaptam egy
idegösszeroppanást. Nagyon betegé voltam. Fel se bírtam állni. Nem segítettek rajtam. Nem mindenkire értem, hanem a barátnémre, aki itt élt 1,5 évig. Nem csak a piát hozta, hogy így állt ő helyre. Muszáj vagyok elmondani az igazságot, hogy tudja országvilág. Fáj, de el kell mondja. Huszti, mikor idejött, akkor kértük meg, hogy hozzon nekünk piát, mert ez a ribanc berugatott. Most már hiányzott az adag. Nem fogok hazudni. Üdejük, bátyátok. Én vagyok a hibás. Ő akkor elhozta de Anzinak. De tudta, hogy ketten élünk itt. Ő meg itt a szinte az összes nekem adott egy feleztesszél. Bizony. Nem fogok hazudni. Senkinek. Őszinte ember vagyok, azt mondták, hogy nem mondjuk el semmit, dehogy nem. Elfogom. Megismertetek engem? Az őszinteséget mondom. Huszti rajtam sokat segített. Még mikor itt volt a kis fiú. Briketet hozott mindent. Eltűnt a pénzem. Ellopta a drága látós barátnőm. Majdnem 600 000-et lopott el. Amire a szívem szakadt meg. Eltűnt. Majd utána, 4 nap után visszajött. Új telefonnal, új ruhával. És tudtam, hogy ő volt. És senki nem volt itt. Csak ő. Jó teszem, hogy elmondom. Ki jön a lelkemből? Miért nem mondjam el? Nem járok sehova. Sehova se. Nektek mondom el. Elkövettem egy óriási hibát, hogy ide befogadtam, mert sajnáltam. Meglopott. Ruháimat ellopta. Cipőimet. Kabátomat. Minden olyan dolgokat. És visszajött. Utána is megsajnáltam, és befogadtam. De nem. Akkor a makacsa lelkem. De ide már ő nem jöhet. Amióta ő nem jön, nem tud hozni a kóvot. Rejtátjon. Most meglopjon. Bezany. Ilyen barátnőre nincs szükségem. Amúgy meg. Mondok nektek valamit. Ő nem tisztességes nő, nem kúra. Én sose voltam. Soha. Én nem álltam még kint a sarkon. Sehol. Én megígérem nektek, tisztességesen dumálok veletek, de fáj, amit el kell mondjak, hogy tudjatok róla. Ő ideholta a pacákokat. Berenj! Míg én nagyon beteg voltam. Nem bírtam felállni a fájdalomtól. Ideholta. Én ott feküdtem, fel se tudtam ébredni. És nem mondjam, hogy mit csinál. Bizony.
Egy pohár vizet nem adott nekem gyerekek, mikor már a halál szájába voltam. Elmondom nektek, hogy tudjatok róla, hogy mit éltem át. Majdnem meghaltam. Jó Isten is akarta, hogy Huszti éljen. Ő mondta a Rimancnak, hogy mi van velem. Hát alszik. Akkor kaptam egy pohár vizet. Ennivaló nem volt a szemben. Egy hétig. Fel sem bírtam állni. Úgy merren ide jönni. Hát a múltkor is jött. Még én oda voltam almát szedni. Hogy jön van Ibolya? Hát úgy kitekerem a nyakát, hogy megtudja a Ibolya, hogy mi lesz vele. Mit akar még én tőlem? De már voltam lenne náluk, de ha még egyszer ide mer jönni, kitekerem a nyakát. Az biztos. Ketté hasítom, mint a szíjat. Ellopta a temetési pénzt. Gyerekek. Amiket kaptam sok embertől. Mert szerettek itt engemet, és mindenki adta a temetési pénz árát. Hiába mondtam, hogy nem kell belehaigálták a babakocsiba. Soha nem felejtem el. Mindegy, nem keseredek. Nem szabad. Harcolni kell. Ez legyen bennem, hogy harcoljak, harcoljak, de ez a szuka, ha idején én esküszöm, hogy úgy hívve baszom, hogy az abban a hiba nem lesz. Az biztos. Ne hazudjál. Tudnék dudolni, csak olyan fájdalmam van, hogy ez nem igaz. A retkes női személy. Azt se tudom, mikor hűlik. De legalább én őszinte vagyok. Nem hazudok nektek, hát úgyis ismerőseim vagytok, kivel osszam meg. Nem járok senkihez. Csak a bódba. Belegy. Senki ez. A családomhoz nem voltam, mert nem tudom miatt. Nem járok. Most is teát csinált. A párom, de ilyen barátnőre nincs szükségem, aki lenyúl. Meg meglop. Ötszáz. 50 000-et vitte gyerekek. Utána ellopott 380 000-et. Itt volt bent. Nem akarom megmutatni férjemnek a szobáját. Mert itt is, meg ott is. Nem akarom. De akkor, mikor meglopott, úgy megvertem, hogy ki kellett nyeri a pénzt, és kirakta. Addig ütöttem. Nem érdekel, hogy hallják. Muszáj voltam. Ütni, verni, mert már elegem volt, hogy ellopta. És én etettem, itattam. Bizony. Nagyon csúnyán megpühöltem, és kirakta. És képzeljétek el, este 8-tól hajnal 4-ig kellett pühöljem ahhoz, hogy visszaadja. És visszaadta. De a többit nem. A temetési pénzt. Amiért. És elrúgta. Hát ilyen emberekre nincs szüksége. Nincs. Ugye nem is tehet lábot. Próbálkozik, mert csenget, hogy jöjjön ide. Nem engedem be. Az ilyen nem ember. Meg nincsen cigije. Hát dögöljön meg. Fújjon meg. Gyereket, nem sajnálom a cigarettát, odaadom.
De nem minden csücsinek adod oda. Aki őszinte ember veled, vagy kétszínű tolvaj. Sokat csalódtam én már. Bizony. Sokat. Tudja, szusztit. Tudja, szusztit. Tudja, szusztis. Kétszínű egy zögök jöttek nálam hozzám. Kétszínű zögök jártak nálam. Ez nincs, az nincs, oda. Felveszek sokáig, mert úgyse tudok aludni, pedig holnap dolgozok. Bizony. De nem tudok. Nem tudok aludni. 2 hete, ha nem több. A szívem szakad meg. De erőt kell magamba adjak, és bizonyán feláll. És ilyen embereket nem engedné be a házamba. Bizony. Ez a sajátom. Nem fogom beengedni. Egyiket se. Mind mehet kukázni. Nem tudom, hogy tudom elénekelni. Fogalmam.
elnézést mindenkitől. Na, kijön a könnyű. Ne. Azt hiszem, nyugodt vagyok. Küldeni, hogy csepereg az esély. Mulatós nóta. Nem tudom. Sajnálom, akinek ígértem, de nem tudom. Nem. Ezzel elköszönök mindenkitől, mert holnap megyek. Nem tudom elküldeni. Nem tudok mulatni.
Ezt tartsa mindenki tiszteletben. Ne kérjenek, hagyd. Küldjem én a nótáimat, amit én akarok. Van akkor, akik de ráírok. Mit kérnek, de ne kérjenek mulatost. Szépen kérem őket. Ja, nem tudom küldeni, csepereg az eső, lefolyik az arcom, nem tudok mulatni. Fáj a szíve. Nem is akárhogy. Ezt ne kérjék. Mulatos senki. Mert nem dudolok mulatost. Tartsátok tiszteletbe, ha szerettek egy kicsit. A szívem szakad meg. Bizony. Próbálok magam beállítani, de akárhova megyek. Ide be vagy, át a másik szakad. Gyermekem ruhája ott van. Szívem szakad meg. A szíve. Néha bohóckodok. Próbálok magamba vigasztadni. Reményt. Fog sikerülni. De senki nem tudja, mikor én lefekszek. Milyen fájdalmas. Hogy a szívem szakad meg. Nincs nekem olyan nagy bulizási kedve. Bizony. Gyermekemet akarom visszakapni. Őtet. Ne az állam nevelje, hanem én, aki az anyja, az nevelje csak. Ha valaki észrevette, mert hajnalokként fenn vagyok. Amikor 3 óra, én már folyamatosan onnan nem is csukom le a szememet. Bizony. Úgyhogy fáj. De senki nem lát benne. Én ide ülök mosolyogni, de ti azt nem lássátok, mikor én hátraborulok, ott sírok. Senki. Csak én tudom. Nagyon fáj. Mindent megadtam neki. Mindene megolt. Huszti is megadott neki mindent. Mégis mit csináltak? Nagyon várom a bírósági ügyre, mikor kell menjünk. Elmegyünk. Elmondunk mindent, hogy mit művelnek. Vannak már több emberek bejelentve, itt nem mondhatom el sajnos, elnézést kérek. Annyit mondok, hogy Benahabi Hajni nincs benne a dologba, akkor Georgina Gina nincs benne a dologba, egyáltalán. Itt, aki benne van, gyerekek, itt most meg tudjátok. Nóra ellen Nóra. Csak hogy tudjatok róla. Megmondta, hogy tönkre tesz. Itt ők nincsenek benne. Duka Eszter visszamondta ellenem a feljelentés, és nem ment el. Nekem mennem kellett volna, és visszamondta. Én ne bocsássak meg neki. Bizony. Megbocsájtottam. Mert visszavonta. De te Nóra, remélem hallod, amit mondok. Én nagyon sok évet kapok, amit tettél. Át Facebookokról, fotók által. Georgina Gina, hogy rohadj meg, éneket írtál. Szomorodj meg. Hogy is írtad már, hogy ne hazudjak? Miért nem rohadok meg, meg ilyenek? Én elhittem. Ezért kifaszolsz. Ott fogsz csicsilni. Bizony. Üljél csak ott.
Itt a papírom. De félek megmutatni. Nem szok. Persze, hogy dicsiba mész. Érezd jól ott magad. Érezd csak, hogy jól magadat. Ilyen nagyon sok regényre van írva. Érezd, hogy jól magadat. Zárját nyissák előtted az ajtót, amit tettél minden emberrel. Pályára Évával, Georgi Nagina, Duka Eszter, Ducka Anikó, Aranykezi Éva, én, Huszti István, Banók Lajos, Duka Eszter, sorolja? Megkeserülöd. Készítsd a csomagot, haver. Mert ott fogsz lenni. Én nem mondtam meg sok mindenkinek, hogy én miattam kerültél Dugyiba. Igen. Vagy én akarom elvárulom. Miért kerültél? Nem tudtad, hogy... Én még ilyen dőzsőt nők még nem láttam a világba. Oda fogsz kerülni a Dugyiba. Hát sok ember tud róla, hogy mit tettél. Hehe. Ne, itt nem mondom. Vagyok orra, olyan korrekt, hogy itt nem mondom. De most rácúzok, kisanyám. Bűncselekmény történt. Azt mondta, hogy így a lakat a sívója miatt megyek a bértő. Igen. Akkor tudjál róla, hogy én miatt. Azt nem mondom el, hogy miért. Nem ide tartozik. Majd megtudod. Hogy miért? Én akinek akartam, mert nem ott. Ott fogsz lenni, szépen csücsülni. Segélem. És nekem ne írosgáljál. Á, Facebookon te, Szotyola. Ha úgy pofon baszlak, hogy nem igen hamarabb mész a Dugyiba. Amit kitalált rá. Nem rontom el a gyerekek, bocsánat, a vivét. Nem akarom. Azt mondja, csak idénul. Hát látod, kisokos. Hát ez egy mocsok. Kisokos. Ez egy visszok. Hogy? Nem is tudok róla mit mondani. Ha lejárta az aranykezűt, a Pályer Évát, a Ducka Anikót, mindenkit. Mindenki tönkretesz, mert ő bevonul a Dugyiba. Hát vonuljon be úgy, ahogy ő akar. Elköszönök tőletek. Sziasztok. Aki akar, elér. Sziasztok.